A kis települések 2011 óta pályázhatnak minden évben szociális tűzifára. A belügyminisztérium programjának köszönhetően így idén is közel 200 ezer család juthat átlagosan egy-egy köbméter fűtőanyaghoz ingyen. Az önkormányzatok méterfát vásárolnak, amit a legtöbb esetben így is adnak át a rászorulóknak. Ez bevett gyakorlat. Bogyiszlóna a település a kiszállításban segíti csak az igénylőket, de még ez is több mint 1 millió forintos kiadást jelent a falunak. A jogosult dolgozza föl a fát. Ennyit segítünk, hogy házhoz visszük. Közvetlenül a Gemenc ZRT-től szoktuk ezt vásárolni, a kesevűsi rakodóról. Siolgárdon is méterben veszik, és így is adják át a fát az igénylőknek. A település polgármestere azt mondja, nem bírnák kigazdálkodni a tüzelő összehasogatását is. Mi méterbe szoktuk vásárolni is, és méterbe is adjuk ki, hiszen ennek a feldolgozása az egy családon belül megoldható. Az aprított fának horribilisen sokkal több az ára, így az teljesen gazdaságtalan, és szerintem az a 2-3-4 köbméter, amit kapnak a családok, azt egy összefognak, és pár óra alatt be tudják dolgozni a saját háztartásukba. A belügyminisztérium programjában résztvevő önkormányzatok várhatóan novemberben kapják meg a tűzifát.